Sziasztok! 2024. október 23-a van szerda, reggel nagyjából 3:49, és ahogy nézem az égboltot, kicsit besűrűsödtek a felhők, hát talán még megúszuk eső nélkül, a mai terv az Olaszországban a Frizza szurdok lenne, és a többit majd meglátjuk az időjárás függvényében. És mivel ilyen az idő, tegnap annyit is tekertem, elképzelhető, hogy ez egy autós, gyalogos túra lesz inkább, mert egyrészt ez a 102 km sok volt, de nem az a legfontosabb, hanem nem szeretném, ha elkapna útközben az eső. Úgyhogy szerintem most ez így sokkal kényelmesebb lesz. Átugrok autóval Olaszországból, ott leparkolok, és akkor gyalogosan megnézzük azokat a helyeket, amit mára terveztem. Természetesen esernyő kíséretében. Csak ebből az irányból egész jó. Fél 11-kor meg is érkeztem Olaszországba. Éppen a Via Bambergán állok. Emellett halad a kerékpárút, itt mentem haza tegnap este Szlovéniába, illetve innen kanyarodtam föl az Alpok-Adria kerékpárútra, a Tarvízió mellé. Egyébként már ez a rész is Tarvízióhoz tartozik. Kocsit azt oda letettem, itt a parkoló, és a Frizza szurdoknak ez itt a bejárata. Nem volt hosszú az ideút, Ratece táblától, tehát a falu táblától kb. Ilyen 11 km volt. Na és akkor használjuk ki, még nem esik az eső, bevetjük magunkat a szurdokba. Suzukit itt hagytam, ez egy ingyenes parkoló itt. Azért is jöttem vele, mert ugye egy csomagos bringát ide kötni a szurdok elejéhez, hát én igazából nem lennék nyugodt. Szlovéniában még talán, de Olaszországot nem ismerem, de remélem, hogy itt sem csóringálnak. És akkor menjünk fel a szurdokba. Nem lesz egy nagy szurdok. Ahogy néztem, ez egy rövidebb, de annál szebb, és ingyenes ide a belépés. Olyan túl részletes leírás nem volt a szurdokról. Hát imittam ott a Google-ben, ugye azért vannak képek a szurdok körül. Azokat így megnézegettem. Ez az út még így kicsit betonos felfelé, és elvileg majd egy térre fogunk jutni, ahol lesz egy szobor. Azt meg láttam a neten. És megérkeztem a szoborhoz, majd mutatom szemből is. És itt van egy szép kitekintés. Elvileg alattunk lesz a szurdok. Ott azon a ponton látszik az Alpok-Adria kerékpárút, onnan kezdtem tegnap a túrát a szakaszról. Hát nem mondhatnám, hogy nem szép a látvány. Egyenesen gyönyörű. A gúnyámat már most levettem, már most melegen van. Be is teszem a hátizsákba. De mutatom minden a szobrot. Ez egy háborús emlékmű.
nagyon szép környezetben. Így azért sokkal komfortosabb, és itt-ott azért kisüt a napocska is, ahogy nézem, és lejövök ide, letekintek a kerítés mellől a szurdokhoz. Most a hátam mögött balra is van egy bejárat, de lehet, hogy ez lesz a szurdok valódi bejárata, vagy egy körtúra, nem tudom, majd ki kell, hogy derítsük. Akkor kezdjük el a szurdok járást. Lépcsőkön vezet az út lefelé. Elég mélyre fogunk menni, ahogy nézem. Még alattam is ott kanyarog a lépcsősor. Egészen magasak a lépcsőfokozatok néhol, van 30 centi is, úgyhogy esetleg idősebbeknek, akik így nehezebben mozognak, óvatosságot ajánlok. Ugyan korlát az van, de köves, és csúszhat is néhol. Csak úgy áramlik fel a hűvös levegő pataktól, lehet, hogy rossz ötlet volt levenni a fölsőmet, de kell majd visszahúzom. Van egy pad a bámészkodóknak, van alattunk a patak. Tényleg az a jó, hogy ingyenes a szurdok, és nem is egy olyan túl hosszú útról van szó. Nagyon szép környezetben fekszik. Igazi gyöngyszem ez a vidék. Olaszország, Szlovénia, ezek a hegyes területek. Nem kapok szikrát sokszor, csak bámulok, ámulok, bámulok. Na hát hamar visszakerült a pulcsi, hiába itt pár fokkal hűvösebb van, és igazából nyírkosabb is a patak miatt. Már jövök lefelé egy ideje, de úgy látszik, sosem lesz vége ennek a lépcsősornak. Nézzétek, hogy tekereg ott arra lefele. Ajajajajaj. Lesz itt még utánpótlás. Én itt tamod gyökeres, úgyhogy figyelni kell az ember lába elé, hogy hova lép. Fenyőfa gyökerek átszőnek itt mindent. És itt egy kis szerpentén így lefele. Majdnem, mint a Vrisics, csak gyalogos verzióban. Egyre közelebb kerülök a patakhoz. Ja, amúgy meg a kapuszni is megint le kellett vennem. Változó, úgy látszik itt leföl ez a játék lesz. És még mindig van lépcső. Ó, de szép. Ez már most szép. Még oda se értem. Egyszer már bepréseltem a hátizsákba a fősőmet, most megint lehetett. Na és akkor jön a patak. Készüljetek föl, gyönyörűek a színek. A víz mondani se kell, hogy kristálytiszta. Nem lehet több egy ilyen 80 centinél itt a mélysége, de erősen áramlik. Nagyjából ott jöttem ki a fák közül, és előrébb jöttem egy ilyen 50 métert. Szerintem
nem a hátam mögötti irány lesz a haladási útvonal. Ott annál a nagy kőnél vége szakad az útnak, úgyhogy valószínűleg a másik irányba lesz az útvonalunk. Akkor itt vissza a fák közé. Gyönyörű ez az őszi környezet. Hát itt már sokkal barátságosabbak a lépcsőfokok. Nézzétek, ezen a fán is milyen mohapárnák vannak. Drótkötél sodronja, erősített híd. Helyes. Alattunk meg a káprázat. Hát nem gyenge. Nézzünk tovább, milyen meglepetéseket tartogat még nekünk a szurdok. Hát ez tiszta Jurassic Park. Bámulatos egyszerűen ez a szurdok. Mutatok egy visszatekintést is. Innen érkeztem. Hát ez nagyon tetszik. Borzasztóan élvezem. Csodálatos. Hát ez egyre szebb. Micsoda hatalmas szikla van alattunk. A vízszíne az leírhatatlan. Egy képes lap, igaz? Hát... Na, ilyet is ritkán lát az ember. Már ezért megérte eljönni ide. És itt is.
Ide nézzetek! Hát ez valami döbbenetesen szép. Majd át kell menni itt egy kis barlangszerűségen, sziklavájaton. És ott a kis barlang, amiből kijöttem. Közben a lépcsőket is kell néznem. Ide majd lemegyünk, és akkor ott visz föl tovább az út. A csepegő szikláknál. Hol nem csepeg annyira, gyors átszaladok. Na, megúsztam. Ott úszott valami hal. Van élővilága a víznek. Nem semmi, hogy ilyen sodrásban is megvannak. Hát persze, hogy a pisztrángok is ugye ezt szeretik. Egy csak úgy folyik a víz. Na, túl vagyok rajta. Remélem a lencse tiszta maradt.
Micsoda színek! Kijebb merészkedem. És igen, szurdok fölött az a bringás híd, amin tegnap átmentem. Ott van rajta az a poszter. Alpok Adria Bringa út. Menjünk, haladjunk tovább vissza a parkolóhoz. Már nincs az a brutál lépcsősor. Hát ha nem is olyan brutál, de bizony azért van. Hullanak a falevelek. Gyönyörű látvány ez itt ősszel. Akkor lehet mászni felfelé. Nagyjából most érkezek a bringás híd magasságába. Szerintem még egy kis emelkedő fölfelé és visszaérünk a szoborhoz. Meglepetés! Ezt nem gondoltam volna, kerékpárúthoz visz ki. Közvetlenül rá a bringás hídra. Hátam mögött Szlovénia iránya, és így gurultam rá az Alpok Adria bringás útra. Az a baj, annyira jól nem lehet látni ezektől a drótoktól, így föltartom a kamerát. Innen jöttünk keresztül végig, át a híd alatt, és akkor ide így föl-vissza. Innen is vissza lehet jutni a parkolóba. Innen jöttem ki a szurdokból, ide is van írva Orrido dello Slizza, és akkor itt el lehet menni két irányban, arra is és erre is, én erre fogok menni, itt balra, gyorsabb a parkolóhoz. Aki esetleg idősebb vagy fáj a lába, annak inkább ezt az irányt itt le balra javaslom a Slizza szurdokhoz, sokkal barátibb, mint ahol mi mentünk le. És olyan sokat nem is kellett gyalogolnunk, kerékpáros hídtól, illetve a Slizzának a kijáratától, körülbelül egy ilyen 100 méter, és már itt is vagyunk a parkolónál. Kocsi megvan, rendben van minden, és akkor most beszállunk. Most van 3:41, elállt az eső, úgyhogy elnézünk akkor a fuzinei tavakhoz.